Egy hónap telt el azóta, hogy megkongatták a vészharangot a hazai művészeti programok élvonalába tartozó Zempléni Fesztivál felett. A francia tulajdonban lévő Antenna Hungária ZRT ekkor jelentette be, hogy felmondja a 19 évre visszatekintő pénzügyi támogatását, ami összességében megközelítette a 500 millió forintot. Közben március elején a kormány 1 milliárd forintot zárolta a Nemzeti Kulturális Alapnál, így már a pályázatot sem írták ki, ami tovább csökkentette a fesztivál pénzügyi alapját, aminek így már a 60%-a elveszett. Ez az egy hónap azzal telt, hogy minden követ megmozgattunk, legalábbis amit mi a magunk erejéből tudtunk annak érdekében, hogy bepótoljuk ezt a hiányt. Talán nem sokan tudják, hogy igen, ez a fesztivál eleve úgy alakult, hogy egy cég, talán a neve elhangozhat, hiszen 19 év mecenatúra után ez azt hiszem nem a reklám, hanem inkább a köszönet helye, hogy az Antenna Hungária 19 évig fenntartotta valójában ezt a rendezvénysorozatot. Ennek a fejlődéséhez is nagyon sokat hozzátett, nem csak anyagilag, hanem egyéb szempontból is. Rengeteget segítettek az elmúlt években, és hát a jelenlegi gazdasági helyzet, illetve hát az úgynevezett különadó hatására döntöttek úgy, hogy ha azt a magyar állam nem veszi figyelembe ezt a 20 éves mecenatúrát, és legalább a támogatás összegét nem írhatják jóvá ebből az adó összegéből, akkor ők kiszállnak. Persze ebbe közrejátszik az is, hogy időközben ez a cég eladásra került, és most már teljesen külföldi, nem csak a tulajdonlás, hanem a menedzsment is, és érződött az elmúlt 2 évben már egy lazulás abban a kérdésben, hogy a fesztivál bár nominálisan megkapta a támogatást, de már, hogy is mondjam, személy szerint a vezérigazgató, illetve a menedzsment már nem vett részt a fesztivál rendezvényein, tehát azért éreztünk egy kis távolodást, de erre, ahogy mondani szokták, nem számítottunk. Nem csak az Antenna Hungária távozott el, hanem olyan egyéb forrás lehetőségek sincsenek idén, amik az elmúlt években biztos alapot jelentettek, például a Nemzeti Kulturális Alap keretéből 1 milliárd forintot márciusban zároltak az úgynevezett tartalékképzés alkalmával, és emiatt az a pályázat nem is lesz, és nem is lett meghirdetve, amelyik pontosan az ilyen típusú rendezvényeknek biztosított hátteret. Az nem biztosnak tűnik, hogy rövidebb időtartam van, de megrendezésre kerül az idén a fesztivál, azonban felvetődik a kérdés, hogy ilyen körülmények között a jövőben van esély arra, hogy tovább folytatódik a Zempléni Fesztivál. Én nagyon bízom bennem, hogy igen, hiszen azért itt helyi döntéshozók, politikusok is támogatják ezt a dolgot. Abban azt hiszem, hogy nem kell illúziónak lenni, hogy nem most fogjuk a legnagyobb és leggazdagabb fesztiválokat rendezni az elkövetkezendő 1-2 esztendőben. Gazdaságilag is fontosak ezek a rendezvények. Le van egyszerűsítve, hogy mi ugye megint csak visszatérünk szórakozás, és hogy erről szól az egész. Nem így van. Ez rengeteg embernek adott és adna munkát, nem csak azoknak, akik effektív szervezik, hanem hát gondoljunk bele, hogy a művészeknek, a fellépőknek, az ehhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatásoknak. Az, hogy például a Zempléni Fesztivál itt Zemplénben valódi turizmus generál, mert azért nézzük meg, hogy egy nagyvárosban, vagy akár a Balatonon máskor is azért van turizmus, nem csak akkor, amikor ott egy kulturális esemény zajlik. Azért itt Zemplénben arra 10 napra, 2 hétre, szerencsésebbek vagyunk, ugye is 2 hetes rendezvényt tudunk tartani, megtelnek a szálláshelyek, megtelnek az éttermek. Tehát itt ennek valódi vonzása van, és valódi kézzelfogható és zsebben mérhető gazdasági hatása és eredménye. Én azt hiszem, hogy ezt is figyelembe kellene venni, akkor, amikor arról döntenek, hogy egy ilyen rendezvény fennmaradjon-e vagy nem. Én azt tudom csak ígérni személy szerint, hogy mi az utolsó pillanatig evezni fogunk ebben a léket kapott csónakban, és megpróbálunk tovább haladni, és megtartjuk most is ebből a kevesebb, mint fele pénzből is, talán 10 fesztivál a szervezőből 8 felállt volna, és azt mondta volna, hogy nem. Mi nem ezt mondjuk, hanem mi azt mondjuk, hogy lesz 20. fesztivál, szerényebb lesz, és visszafogottabb, nem nagyobb és látványosabb, mint a többi volt, de hát most ilyen a helyzet. Az önkormányzatok is nehéz pénzügyi helyzetben vannak, így az is kétséges, hogy mennyien tudnak majd eleget tenni vállalt kötelezettségüknek. A szervezők szándéka szerint augusztus 12-e és 20-a között egy hétre szerényebb kínálattal csalogatja majd a fesztivál a vendégeket Zemplénbe. Az idén éppen 20. évfordulóját ünneplő esemény fölött azonban gyülekeznek a viharfelhők.
Ha nem találnak a térség szereplői megoldást a rendezvény finanszírozására, akkor végleg búcsút mondhatunk egy turisztikai attrakciónak éppen azon a vidéken, ahol kitörési pontként emlegetik az idegenforgalmat.